Az Erzsébet utalvány és a szép kártya miatt is beperelte Magyarországot az Európai Bizottság. Úgy vélik, a magyar kafetéria rendszer monopól helyzetet teremt a hazai utalványoknak, és ez uniós jogba ütközik. A Fidesz továbbra is kiáll az Erzsébet program mellett, és kéri a kormánytól, védje meg a programot az Európai Bizottság által indított eljárásban, jelentette ki Zsigó Róbert szóvivő. Sárkányhajóztak az Erzsébet tábor résztvevői tavaly júliusban Faddomboriban. Ez egy nagyon jó hely, és itt nagyon szeretek lenni. Ezek az eszközökkel próbáljuk a veszélyhelyzetet elhárítani. Néhány héttel később Zánkán vízimentős gyakorlatot tartottak a gyerekeknek. A Balatonberényi Népművészeti Erzsébet táborban pedig a fa megmunkálásával ismerkedtek a nyaralók. Szépen belefűzzük, de csak egyszer az első lukba. Tavaly először a fogyatékkal élő fiatalokat is fogadták az Erzsébet táborokban. A szociális programban a nyáron összesen 8 helyszínen 56 tematikus tábor várta a rászoruló gyerekeket, fejenként pár ezer forintért. A béren kívüli juttatásként adott utalványokon keletkező nyereségből az elmúlt két évben több mint 250 000 ember, köztük 100 000 gyermek jutott el nyaralni. Európában majdnem, hogy példanélküli ez a szociális program, mondta Zsigó Róbert, most mégis támadják, tette hozzá a Fidesz szóvivője. Nem először kell felvennünk a kesztyűt Brüsszellel, ennek érdekében, hogy megvédjük a magyar emberek érdekeit. Az Erzsébet utalvány és a szép kártya ügyében Magyarország ellen folyó, az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás most bírósági szakaszba ért. Az Európai Bizottság szerint az új magyar kafetéria rendszer az uniós jogba ütközik, amiatt, hogy csak az állam által kibocsátott utalvány élvez kiemelt járulékkedvezményt. A Fidesz szóvivője szerint ez a magyar emberek érdekében van így. Nem fogjuk hagyni, hogy több százezer nehéz helyzetben élő magyar számára pihenést és kikapcsolódást biztosító programért büntessék Magyarországot a külföldi multik érdekei miatt. Ki fogunk állni az Erzsébet program mellett, és ugyanígy ki fogunk állni a szép kártya mellett is. A Fidesz-KDNP arra kéri a kormányt, hogy ugyanúgy, mint a szabad pálinkafőzést, az Erzsébet utalványt és a szép kártyát is védje meg a brüsszeli támadásoktól. Brüsszelben van tudósítónk Baracka Eszter. Szervusz Eszter, mi a baja az uniónak a magyar kafetéria szabályozással? Jó estét kívánok! Az Európai Bizottság azért indított kötelezettségszegési eljárást a szép kártyával és az Erzsébet utalvánnyal kapcsolatban, mert szerinte ezek korlátozzák a letelepedés szabadságát és a szolgáltatások szabad áramlását, ezért sértik az alapszerződést és a szolgáltatási irányelv egyes pontjait. Az indoklás szerint az új szabályozás több piaci szereplőt kizár a piacról, másoknak pedig lehetetlenné teszi vagy nagyon megnehezíti a bejutást. Tudni kell, hogy az európai kafetéria piacot főként francia cégek uralják, a magyart is, azzal, hogy a változások történtek Magyarországon, az ő érdekeik sérültek, az ő piaci részesedésük csökkent, és úgy tudni, hogy a panasz is ők voltak azok, akik bepanaszolták Magyarországot, és ezt követően indult meg az eljárás is. Magyarország egyébként az eljárásban azzal érvelt, hogy a változás a szolgáltatások igénybevevőinek nagyobb védelmet biztosít, továbbá a bevétel nem vállalati profitként jelenik meg, hanem szociális célokra fordítják, és ezt egyébként állítólag a bizottság is elismerte. Eszter, köszönjük szépen!